Kilátástalan helyzetben vannak a termelők, és a kormánytól sem kapnak érdemi segítséget, állítja az MSZP. A párt szerint a több mint egy éve száguldó infláció jelentősen megnövelte a termelők költségeit, miközben a gabona ára felére esett vissza. Harangozó Gábort kérdezzük. Az MSZP alelnökét, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Azt mondja, hogy sorban mennek tönkre a gazdák, a kormány képtelen kezelni ezt a helyzetet. Először is, hogy sorra mennek tönkre a gazdák, az mit jelent? Hát ez azt jelenti, hogy most már a növénytermesztők is igen nagy bajban vannak. Alapvetően szerintem ma már elmondható, hogy a kormány alapvetően vidék és mezőgazdaság ellenes, vagy vidék és agrár ellenes politikát folytat, hiszen eddig folyamatos és brutális leépítés zajlott a magyar vidéknek. A falvakban sorra zártak be a posták, felszámolták az egész takarékszövetkezeti rendszert, ami az egyedüli elérhető pénzügyi szolgáltató volt a falvakban. Nem csak felszámolták, de azt nagyon csúnyán le is nyúlták. A kisboltok sorra zárnak be, hiszen úgy csinálták az elmúlt jó egy évben azt az ársapka rendszert, hogy kötelezték a boltokat ugye bizonyos árakra, de semmilyen kompenzációt a boltosoknak nem adtak, a kisboltok ebbe rendre mentek tönkre, és az egyedüli fix, komoly bevétele rendelkező réteg a magyar faluban, azok a mezőgazdasági termelők voltak mindez idáig. De most bocsánat, hogy közvágok, azt mondja, hogy a kormány az vidék ellenes. Ez azért érdekes, mert az ellenzék inkább azt szokta mondani, hogy a fővárosból vonult ki a kormány, és inkább a vidéki emberek érdeklik a kormányt, ott van a szavazóbázis. Ugye Orbán Viktor évértékelőre bizonyára emlékszik, azt mondja, hogy soha nem látott mennyiségű pénz fog áramlani a vidékre. Retorikában persze nagyon a magyar vidék mellett állnak, és hát én nekem ebből azért elég elegem is van, hogy folyamatosan azzal próbálnak meg politizálni, hogy ellenségeket képeznek, ijesztegetik a magyar lakosságot, aztán jól megvédik őket. És ez a fajta politika, ez láthatóan jól működik, hiszen nagyon sokan, rengeteg vidéki fórumot tartunk mi is. Az emberek mai napig rettegnek attól, hogy migránsok fognak jönni az országba, és milyen jó, hogy a kormány ettől megvéd minket. Félnek attól, hogy valamilyen külső hatalmas erők itt le akarják a mi kultúránkat bontani, és a családszentségét, és mindent fel akarnak számolni, és sok ember ettől fél, ettől retteg, és úgy érzi, hogy ez a kormány megvédi őket. Igen, ezért de hogyha minden nap életében, bocsánat, azt látja, hogy a mezőgazdaságban dolgozók meg tönkre mennek, akkor nem lesz jobb az életük. Na de hát mégiscsak ugye azt mondja, hogy retorikában a kormány segít, és retorikában beszél a vidékről, tehát még az agrárminiszter konkrét összegeket is mondott a soha nem látott összegekre, ugye itt uniós pénzekről van szó, 4000 milliárdról. Hadd mondjak én is konkrét összegeket. Egészen a most induló fejlesztési ciklusig Magyarország adta a vidékre a legkevesebb pénzt az egész Európai Unióban. A kötelező minimum 15%-ot adta oda. Ez az az 1400 milliárd, ami az idejében eddig a dolog úgy működik, hogy az Európai Uniótól kapunk forrásokat, és azt minden tagállamnak ki kell egészítenie. Minimum 15%-a Magyarország egész idáig ezt adta hozzá. Semmi többet. Miközben a szomszédos államok 50-80%-okat is adtak, ezzel kellett volna versenyezni, ezzel kellett volna fölzárkóztatni a magyar falut. És akkor mi lesz ezzel a 4000 milliárddal? Tehát ezt látja, hogy hova fog elmenni? Jó helyre fog elmenni? Most ezzel az van, hogy beígértek ennyi pénzt, ugye most azt ígérték, hogy ezen most változtatnak, és Magyarország is 80%-kal fogja kiegészíteni az uniós pénzeket. Ez valóban egy jól látható nagy forrás lenne. De már az uniós szerződésekben nem ez van, ott már csak 42% van, tehát jóval kevesebb vállalást tett Brüsszel felé a magyar kormány, mint amennyit itthon megígért a lakosságnak, és hát azt látjuk, hogy hát ezeknek a kiírása is nem történik meg, hiszen üres a kassa. Abból is jól látszik, hogy mennyire üres a kassa, hogy eddig például a magyar föld az hát egyfajta szentehénnek számított, amiben a magyar kormány is mindig azt mondta, hogy ki kell űzni a spekulánsokat, és nem lehet a magyar földet a spekulációnak kitenni. Ma ott tartunk, hogy a legnagyobb spekuláns például a földek tekintetében is a magyar állam lett, hiszen egyik napról a másikra, ez nemrég egy parlamenti döntésnek köszönhetően, megszüntették az eddigi árképzési rendszert, és megemelték duplájára a földnek az árát, és most dupla áron árverezi az állami földeket az állam, mint amennyire eddig kínálta. Tehát még ezzel sem segíti a gazdálkodókat,
hogy normális áron jussanak földhöz, hanem ezen is próbál bevételt szerezni, hiszen láthatóan bajban van a költségvetés. És eddig, ahogy mondtam, legalább a mezőgazdasági termelők nagy részének jól ment. De azzal, hogy elszálltak az elmúlt évben a termelői árak, az energiaárak, a műtrágya ár, minden költség, amivel elő lehet állítani a terményeket, nagyon megdrágult a mezőgazdasági termelés, óriási aszály volt, aszálykár, enyhítést gyakorlatilag nem kaptak a gazdálkodók, 1000 milliárdos kár volt, mindösszesen 50 milliárdot fizettek ki. Elindult egy hitelprogram az egész gazdaságba. Na, ezt a hitelprogramot márciusban a mezőgazdaság számára megszüntették, és gyakorlatilag cserben hagyták a mezőgazdasági termelőket, miközben az árak, a gabona árak elsősorban két dolog miatt, egyrészt az ukrán gabona dömping miatt, másrészt pedig az export tilalom miatt, rengeteg gabona halmozódott föl Magyarországon, és ez is letörje az árakat. És letörte az árakat, és 150 ezer forintot buknak a mezőgazdasági termelők, a gabona termesztők hektáronként. A segítség pedig most kellene nekik. Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk. Én is köszönöm szépen.